Szervusz, kedves Gábor, egy elég izzasztó napon vagyunk túl. Mesélj egy kicsit, hogy élted meg ezt a 2011-es második nyíráti futamot. Nagyon pozitívan, hál' Istennek. Ugye most a Bánkuti Gabit a Super 1-6-os RB-s autójával megkaptuk ajándékba, még így pluszba, a szokásos újházi féle csatámhoz, illetve ahhoz, hogy próbálok a Zsoltihoz fölzárkózni, mert hiába állok én jobban a bajnokságban, azért az a mérce, hogy az ő teljesítményét tudjuk elérni. Hála jó Istennek az idejében az én teljesítményem az kiegyensúlyozottabb volt, ezért kvázi az ő megvillanásai azokat tudom ezzel egyensúlyozni, de természetesen hosszú távon azért ő esélyesebb. És hogy a jövő szezonnak nem kéne úgy nekiállni, hogy ekkora szakadék van kettőnk közt. Folyamatosan mindannyian arról beszéltetek a Super 1006-os kategóriában, hogy Zsoltihoz próbáltok közel kerülni. Én picit úgy láttam, mint a Bánkuti Gabival túlságosan is egy ritmust vettetek volna föl, és emiatt inkább leszakadtatok a saját harcotok miatt Ózsiról. Nézd, amikor én először jártam rallycross versenyen, akkor a kétkerék meghajtású kategória királyai Bánkuti Gábor, illetve Gorácz Béla voltak. Én a pályaszéléről őket néztem először, hogy úristen, tehát egyszer egy ilyen autóval, vagy egyszer így menni. És Gabi ellen most menni, és felvenni vele a kesztyűt. Kakucson sikerült megvernem, itt most neki sikerült a döntőbe jobb helyezést elérnie. Annak ellenére, hogy én voltam a kettes kockából a hármasba, ez egy borzasztó nagy előrelépés az embernek fejben. Az előbb itt volt Horváth Gyuri, és azt mondta nekem, hogy te vagy a példaképet. Téged nézett egész nap, hogy hogyan versenyzel a pályás tapasztalataid alapján íven, és azt mondta, hogy egész nap ezt próbálta lekövetni. Sőt, mi több, még azt is mondta, hogy te vagy a példaképe. Ez meglepő fordulat. Szegény biztosan fura gyerekkora volt, majd meghívom egy sörre, úgyhogy köszönöm szépen a reklámot. Ez lett volna igazából a kérdésem, hogy egy ilyen pályán, mint ez a Nyírádi, ahol aztán lejtő, domboldal, murva, aszfalt, minden, ilyenkor jól tud jönni a pályás tudás? Máshogy fogalmaznék, a pályás múlt az mindenféleképpen, bár nekem az igen csekély, mert csak 2 évet mentem ott, de alapvetően az ember ráhangolódik arra, hogy ne veszítsen időt és íven autózzon. Na most, hogyha egy gyengébb autód van, vagy gyengébb technikát, mindenféleképpen azzal tud sokat hozni, hogyha nem töröd meg a kanyarokat, megpróbálsz összeszedetten egy íven menni, számít természetesen. Akkor egy kérdés, ha azt mondod, hogy gyengébb autó, amit tudjuk, hogy lóerőszámban azért Ózsi mögött is, vagy és Bánkuti mögött is, akkor hogy Kakucson mégis jobban ment, ahol nem volt domb, nem volt lejtő, nem volt segítség, amitől gyorsabban tudni menni az autó, hanem egy sík terep, és mégis Bánkuti előtt tudtál végezni. Kisebb tempójú pálya, és teljesen sík pálya. Tehát itt Nyírádon ez az emelkedő, ez az aszfaltos emelkedő, ez azért nekem nagyon betesz. Tehát a Zsoltinak kb. 50 lóerővel erősebb az autója, Bánkuti Gabi szerintem egy 40-essel biztos. Most fölfelébe nem tudsz mit csinálni. Jövő hétvégén akkor gondolom Fuglóba te is célrajthoz állsz a bajnoki címért. Van valami taktika Fuglóra, vagy akkor kinyomjuk a szemét, hiszen a vízi utolsó futama? Fuglóra 2 taktika van. A magyar bajnoki cím szempontjából azt mondom, hogy 12 ponttal vezetek a Zsolti előtt. Az azt jelenti, hogy óvatos, nyugodt, nem túl kockáztató stílusban 2 mért előfutam, hogy biztosan kvalifikáljak és legyen pontom. Ebben az esetben megvan a magyar bajnoki cím, ha nem áll meg az autó. Másrésztről viszont a zónában második helyen állok. 4 ponttal mögöttem a többszörös zóna bajnok Peter Bilek. Úgyhogy ha túl vagyunk az első 2 előfutamon, és már tudom, hogy a magyar bajnoki cím esetleg már biztossá válik, akkor viszont ki kell nyomni a szemét, mert nagyon szeretnék fennmaradni a zónadobogón. Nagyon szépen köszönöm, jó pihenést kívánok ezután a hosszú nap után, és jó utat hazafelé. Én köszönöm.